Sziasztok, Joanne vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és a mai videóban a 100 baba kívást fogom folytatni. Az előző részben megkérdeztelek titeket, hogy megváltoztassam-e a kinézetét a fiúknak, illetve Ninának is legyen néhány új ruhája, stb. És hát elég vegyesen válaszoltatok, de az jött ki, hogy igen, úgyhogy meg fogjuk változtatni most őket, úgyhogy ezzel fogom kezdeni. Ninának jelenleg ez az egy ruhája van. És lehet, hogy akkor az lesz, hogy ezt megtartjuk, illetve beállítok neki egy másikat. Formális... talán ez is most már megváltozhat, mert mégis idősebb lett. Legyen ez a ruhája, és egy ilyen fonott hajat kap hozzá. A sportos, ha szerintem maradhat, az alvós is. Ez jó lesz neki. Milyen ritkán látom rajta ezt a ruhát. Ezt lehet, hogy nem is cserélem le, mert olyan ritkán látjuk rajta. Viszont ide kap egy másikat, mert általában ez szokott rajta lenni, és a haja is akkor legyen valami más, akár ide is megkaphatja ezt a fonottat. Megkapja most ezt az újonnan bejött nadrágot a játékba. Kifejezetten jól mutat szerintem ezzel a felsővel. Egy kicsit fiatalosabb lett most így. És a cipője az maradhat, csak legyen sötétebb. Ez lesz akkor az új kinézete. Nem mindig ezt fogjuk látni, mert ugye váltogatni fogja, hogy éppen melyiket. És kap egy sminket is hozzá. Nem olyan feltűnőt szeretnék neki, úgyhogy lejjebb veszek ebből, és akkor ez teljesen jó lesz. Kapott egy rúst is. Még az extrákat nézem meg. Talán ezzel egy kicsit fiatalosabban mutat, és szerintem jobban is néz ki, úgyhogy rátettem egy ilyen bőrtípust. Ez most mindenhol rajta lesz. És még egy nyakláncosat is el tudnék képzelni akár, vagy talán még egy fülbevalót is, bár abban nem vagyok biztos. Legyen egy ilyen csókerszerű nyaklánca, és egy csillag és egy hold lett a fülébe rakva, úgyhogy ez lesz most a második külseje. Talán még annyit megtehetnénk, hogy akkor itt is megkapja ezt a hajat. Nagyon tetszik most ez a haj rajta. Vagy mégis inkább beállítok még egy külsőt neki. A nyári időjáráshoz is. Tehát ez a második külső lesz. Ez tetszik ez a felső, amit most a paranormális kiegészítővel kaptunk, és hogyha ehhez lenne egy rövid nadrág, vagy valami. Vagy talán egy szoknya, nem is tudom, mivel mutat jobban. De kár, hogy ez nincs minta nélkülibe, pedig ezzel nagyon jól mutatna ezzel a drággal. Ez lesz a nyerő, de megnézem, hogy nincs ehhez jobban passzoló szín. Sajnos nincs, viszont talán ez a kis masni hasonló színű, mondjuk, fogjuk rá, tetszik így. Kapott egy ilyen cipőt, meg a kezére egy ilyen karkötőt, és még kapni fog fülbevalót, meg talán sminket is. Megváltoztattam végül feketére a nadrágot, mert úgy jobban tetszett. Ilyen lett a nyári ruházata. De most ez nagyon eltérő, ez a két stílus. Ez a kabát, ez tetszik rajta, úgyhogy kapott egy ilyen kabátot. Meg lehet, hogy kap egy sapkát, és akkor úgyis eltűnik a haja benne. Ez lett a téli időjárásos ruhája. Ez a nyári. És akkor az alaphoz állítottam be még egy ilyet pluszban. Van egy ide is. Karkötő még elfér rajta. Na, lássuk a fiúkat. Kezdjük Ivánnal, aki kapott egy elég érdekes hajat. Na, próbáljunk meg akkor kihozni belőle valami nagyon jót. Wow, de hogy ki van még sminkelve is, érdekes. A lányokra se szokott sminketteni, csak azért csodálkozom. Ilyen korban. Ja, már értek mindent. Most, hogy levettem, most már mindent értek. Nézzünk meg egy szemüveget neki, hát ha segít. Ez nem. Ez tetszik rajta, ez tetszik. Szerintem ez jól áll neki. Oké. Hajakból nézzük meg, hogy melyik az, ami a legjobb neki. Nem volt rossz rajta, amit elrektem először. Lehet, hogy az lesz az igazi.
Szinte az összes létező hajat rápróbáltam, közben megváltozott a hajszíne is. Nézzük meg hát, ha a hajszínváltozás segít rajta. A fekete jobban áll neki, plusz lehet, hogy megpróbálunk neki egy körszakállat, vagy valami hasonlót. Jó, szerintem így jó lesz. Csak azért fura, mert valahogy, nem tudom, a szem olyan fura egy picit, hogy nincsen szempillája. Persze egyiknek sincs, egyik férfi karakternek sem. Jó, végül is nem rossz, szerintem egész jó lett. Kap egy ilyen felsőt, nagyon vékony. Érdekes, hogy miért lett ennyire vékony. Mi történt vele, alig evett. Ilyen lesz a hétköznapi ruhája. Wow. egyre jobban néz ki. Mondjuk az elegánshoz nem fontos a szemüveg. Bár lehet, hogy a sokat dobott rajta, úgyhogy lehet, hogy visszarakom. Habár nem kell. Jó lesz így. Teljesen jó a sportos, az alvós, az jó lesz. Mindenhol ragaszkodik ehhez a szemkifestéshez. Mindenhol a sportos, nem volt rajtad? De, ott is. Mondjuk igazából nem áll neki rosszul, lehet, hogy azért. Csak akkor én nem egy olyat tennék rá, hanem talán ezt. De nem vagyok benne biztos. Bulizós ruha. Sokkal jobb. Ez jó lesz. Ez annyira nem tetszik. Ez jó lesz most neki. Wow. Nadrágon kívül minden tetszik rajta. Ilyen lett végül a téli. És a nyári az maradt, csak a szemüveget tettem rá. Na nézzük akkor Igort. Igorból is megpróbálunk faragni valamit. Nem tetszik neki sem a haja, és lehet, hogy akkor ő is kap némi borostát. Igor tetszik ezzel a haja, szerintem jól áll neki. Nézzük neki is egy szemüveget, mert szerintem ő már így egészen jó. De azért hát, ha neki is jól állna egy szemüveg. Amúgy nem áll neki rosszul, sőt, kifejezetten jól áll neki is. De nem szeretném, hogy mind a kettő szemüveges legyen, mert akkor még nem fogom őket tudni megkülönböztetni. Ő is nagyon-nagyon vékony lett, úgyhogy lehet, hogy majd egy kicsit edzem őket, mind a kettőjüket. Na, nagyon tetszik neki, rendben van, akkor maradhatsz így. Ez amúgy egy érdekes stílus, csak a nadrág nem tetszik, de a felső az egészen jó. Neked is tetszik? Jó, akkor rendben lesz. Sportos, a legjobb eddig. Arra választunk valami mást, teljesen jó lesz. Az alvós ruhánál fölvesz egy szemüveget, és annyira tetszik így, hogy ezen nem változtatok semmit, szerintem ez nagyon jól néz ki. Aztán a bulizós. Megint csak keresünk itt valami előre beállított dolgot. Kalóz lesz bulizósba. Tetszik. Nagyon jó. Oké. Nyárra mi legyen neki? Ja, nem, ez még csak a fürdő. Ebbe fürdesz? Jobb lesz egy ilyen. Most jöhet a nyári ruha. Azért csodálkoztam, hogy fürdőnadrágok vannak a nyári ruhánál. Ő meg kap egy ilyet hasonló, mint a tesója. Nagyon tetszik a szemüveg is. Megtartjuk. Télihez milyen beállítottak vannak? Ez jó lesz. Szerintem jól néz ki vele. Oké, akkor beállítottuk Igort is, és Ivánt is, a kicsiket meg már beállítottam korábban, úgyhogy készen vannak, és Ninának is van egy új külseje. Nekem tetszik, írjatok meg kommentben, hogy nektek tetszik-e. Iván nagyon büdi. Nekem sokkal jobban tetszik most a kinézete. Ki van itt? Tiago. Őt már ismered? Ja, igen. Ismerés, szerintem akkor tőlem már van baba, csak azt nem tudom, hogy kinek az apukája lehet. A családfánkat, meg végre meg tudom nézni a családfánkat. Eddig nem tudtam megnézni. Aha, a kicsiknek.
van még egy gyereke. Ha! A kicsiknek az apukája. Hát akkor bejöhet éppenséggel. Na és akkor itt láthatjuk amúgy, hogy mennyi gyerek van jelenleg. 2, 4, 6, 8, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. És ugye azért van 17, mert ő vámpír lett. Nyugodtan behívhatod. Hát, hogy szeretne egy kicsit találkozni még a picikkel, amíg ilyen picik, mert nem sokáig lesznek azok. Na lássuk, hogy állnak ezek a szüninapok. Neki tulajdonképpen már csak a movement hiányzik, de most elvitte őt aludni Igor. Jacknek, lássuk. Jacknek minden készen van, tehát Jacket tulajdonképpen már fel lehetne növeszteni. Nina jelenleg a második trimesterben jár. Jaj, tényleg, Ivánnál volt az, hogy nagyon mortified. Harry visszajött. Harry, elfelejtettem őket felnöveszteni? Ops, úgy költöztettem őket ki, hogy elfelejtettem őket felnöveszteni. Na mindegy, akkor majd eltívjuk már szőket valamikor, hogy szőnöpozzunk egyet. Ez most mi volt? Próbálja meg lenyugtatni magát, valami nagyon fura hangú volt. Nem szellemek jönnek most ide, az most nagyon nem hiányozna. Minek volt ilyen fura hangja? Még 4 óra. Akkor ne add fel. Az baj, nincsen jól. Semmit nem tud jól csinálni, és az a baja. Mindenki csak bírálja őt. Igor, te közben pedig meg tudod csinálni a házidat, ugye? Lehet, hogy most kivételesen kicserélhetnénk ezt erre, mert nekik most szerintem abszolút nem hiányzik, hogy még fussanak is. Annyira vékonyak voltak. Na, most már jól van, most már flörtölős. Nézhetsz egy kis tévét. Úgy látom, hogy közben Jessica felébred, de azért, mert nem hagyják aludni. Hát, pedig már csak a movement kéne. Egy picit nincs kedved ezzel foglalkozni. Ha megjön az ötös movement, és akkor felnő ez gyereke, és akkor többé nem lesz probléma. Szuper jó, szuper, szuper. Akkor Jessica és Jack, itt az ideje. Megünnepeljük a szülinapotokat. El se lesz egyszerű, mert hogy rossz kedvben van, úgyhogy nem lesz egyszerű odavinni a tortához. Nina, neked miért a bokor kell folyamatosan? Mert hogy ezeket majd meg kell locsolászni. Nem! Nem! A vandál! Hát ilyen még eddig nem volt. Megcsonkította a szülinapi tortánkat. Nem hiszem el. Most újat süthet. Akkor most süssön egy csokisat. Már unták, úgy látszik ezt a tortát. Már meg ilyen mi baja van, hogy olyan furin jár? Menjen el aludni. Te! Ki belettél a tortába veled, mit csináljak most? Hol hagytad a házidat? Megcsináltad a házidat? Nem. Kész van a torta, csak most már ne egyen bele senki. Jack felébredt, úgyhogy... neki fogunk segíteni. Nem sikerült, hogy most mi történt? Jack, meg kell fújni a tortáról a gyertyákat. És be akartál jönni ünnepelni? Gyorsan visszaadjuk rá gyertyákat. Aktív lett, na, az egy egész jó tulajdonság. Mentem rá, csak aztán nem sikerült lekattintani. Nem túl boldog ettől, hogy Jack felnőtt. Na akkor nézzük Jessica-t. Gyerünk Nina, segíts neki. Hát, hogy Nina éhes volt pont. Ő pedig természetkedvelő, boldog, hogyha a természetben van. Gyorsan eltenném ezt a tortát, mielőtt elpusztítják a gyerekek. És miért meg ilyen fejed? Ő se túl boldogat, hogy fel kellett lőni. Elvileg kapni fognak egy csomó ajándékot. Tesóktól.
Nyilván eszedbe jut, hogy kivettél kaját? Nem. Gondolta. Vered meg szépen. Már megint elromlott mind a kettő. Kicserélem, van elég pénzünk most már ilyenekre. Ne kellene de javítgatni a Ninának. Melyik alszik Nina ágyába? Jessica-jé lesz ez a rózsaszín ágy most már. Úgy látszik, hogy Jacknek annyira nem tetszett, hogy fel kell nőni, hogy most inkább az anyukájával alszik még egy picikét. Iván az első, aki felkelt, nagyon-nagyon íhesen és nagyon-nagyon el kell menni a WC-re. Hát örülök azért, hogy nem lett semmi probléma abból, hogy rossz állapotba jött haza az iskolából. Szerencsére azt átvészelte. Tulajdonképpen neki a skill kéne, és akkor meg is lenne az ötös. Ha, akkor hajrá. És te? Neki is kéne a skill. A házia az kész, az már jó. És akkor talán neki is meg lenne. Úgyhogy, hát nem tudom, hogy felébresztem a Igort. Fel kéne ébreszteni. Hát akkor Igornak hozzá lesz útni, mert most más nem tudok neki felajánlani. Csak az, hogy így is el kell menni el zuhanyozni. Nem sokáig fogja bírni. Level 2-ig jutott. Hát nem biztos, hogy eljut level 3-ig. Még van egy kis idő, ami kezdődik az iskola. Megpróbáljuk. Csak közben az a baj, nagyon éhes. Sajnos nem bírja tovább, és nem jutott el 3-ig. Mindegy, akkor legalább a leckéjét csinálja meg. Kisebbekkel se lehetne egy picit foglalkozni. Jacknek, ha elmegy WC-re, akkor jöhet is a házi feladatírás. Ez itt jó még? Ez itt üres. Hozok nekik valami ételt, ne kell most amilyet felkelni. Mindenki csinálja a házit hátra, még suli előtt be tudjátok fejezni. Kivéve Igor, aki már megcsinálta tegnap. Valentin nap van. Mindenkivel mindenki jóban lett. Arról elfeledkeztem, hogy Valentin nap van, és az még Ninának sem igazán boldog. Hát most lehet, hogy nem is lesz. Most mindenkinek segít házit írni. Közben Ivánnak nem ártana elmenni lefürdeni még iskola előtt. Valentin napon kell suliba menni, igaz? Egyedül itt Jack indult el iskolába. Ha egyáltalán ő oda megy. Igen. Jessica miért nem? Jessica-nek nem kell mennie? Azt írja, hogy vagy neki most nem. Látszik amiatt, hogy nem lett kész időben a házia, vagy nem tudom miért, de neki nem kell menni. Igor és Iván viszont elmentek, de hát most hiába állítom be nekik, hogy keményen dolgozzanak, úgyse fog meglenni az ötös, mert ugye hiányzik még a skill, sajnos. Hát mindegy, akkor mivel itthon maradt Jessica, akkor vele megcsinálunk mindent, amit lehet, akkor a skill-ekkel folytatjuk. Most ő neki nincsen extrája. Ezzel a mászókkal elég gyorsan ki tudják fejleszteni a négyest, azt hiszem, az kell. Hát eléggé úgy néz ki, mint aki beteg. Beszabad venni ilyenkor gyógyszert? Remélem. Kell vennünk a számítógépen, nincs nála egy darab sem most jelenleg. Na hányas szintet sikerült itt közben? Meg is van a négyes. Szuper. A Jessica-nek a skill-ekkel már nem lesz probléma. A házia is készen van, úgyhogy neki könnyebb lesz így a holnapi nap. Ja? Hiába. Hiába, mert péntek van, akkor teljesen feleslegesen dolgoztattam szegényt most. Hétvégén úgyis lesz mindenkinek ideje felkészülni. Nina magától úgy gondolta, hogy még 3 órában a 3. trimeszterig, úgyhogy most gyorsan még egy picit edzek le. Tulajdonképpen ha úgyis hétvégén jön, akkor úgyse fognak tudni fejlődni a fiúk a soliba, úgyhogy nyugodtan elmehetünk egy randit találni Ninának Valentin nap alkalmából. Próbáljuk meg ismét a gőzfürdőt, menjünk el oda. Hát nem ebből lehet venni ételt, hanem ebből. Már itt is van nála minden. Ó! Van itt néhány szimkint, akik alkalmasak lehetnek arra, hogy összejöjjön velük. Kadóval volt már bármi? Nézzük meg őt. Hozd a szendvicsedet, nehogy ott hagyd. Milyen aranyosan hozza! Nincs jó kedve. Eddig nem volt jó kedve. Már is jó kedve van. Üljetek le ide kettesben.
Hideg van kint, nem szeretném megfázolni, hanem végre terhes. És elége fázik. Jobb, ha bejönne. Gyere! Nem tudom, miért nem sikerült elfogyasztani ezt a szendvicset végül. Zavarta. Nézzük meg, hogy flörtölni lehet-e vele. Lehet, éppenséggel. Nyilazzuk meg! Az jó volt a múltkor is. Nem tudom, nem volt arról nagyon meggyőző, hogy most ezt tetszik neki vagy sem. Hé-hé-hé-hé! Ne siess! Hova mész? Nagyon nem tetszett neki valami. Ne! Lehet, akkor üljetek. Nem tudnak kettesben, jó, mindegy. Próbáljuk meg újra. Oké, kezd neki tetszeni a dolog. Kéne adni virágot. Nem tudok neki adni virágot? Nem tudom, most hova ment. Nincs olyan opció, hogy virágot adjak neki. Ne hagyd elmenni most már. Ha mennyit elértünk nála. Hát erre nem elmegy. Hát akkor innen fogjuk folytatni, valószínűleg majd dől ezt a következő apukat, csak sikerüljen elkapni egyszer. Nem tudom, hogy most már boldog lesz-e neki így a Valentin nap. Lehet, hogy akkor még el kéne menni egy randira is, hogyha sikerül. Hát ez majd a következő részből kiderül. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Igen, akkor dobjatok egy lájkot. Ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsétek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok! Me free. It's wrong, I can't be wrong.